Oroszlán fejű herceg. Első rész. Árgály herceg. Valaha régen, 1250-ben egy kicsiny királyságban, Firlokban, aznap délután. Micsoda forróság van ma! Angelika, lassan ideje lenne hazamennünk. Igen, tígbarát, azonnal megyek. Igyekezz! Eljött az ideje, hogy megszabaduljunk a gyermektől, varangy! Igen, úrnő. Milyen szerencse, hogy ilyen város. Gyerünk! Üdvözöllek, gyermekem! Hát te meg mit keresel itt, és különben is honnan jöttél? Már régóta kutyabolok ebben a hőségben, éjszakon oly heves háború dúl, hogy elmenekültem, remélve, hogy találok egy helyet, ahol biztonságban lehetek. Biztosan kimerültél. Inkább a szomjúság öljön meg, mint egy karthegye. De te is nagyon fáradt lehetsz, hisz ilyen hőségben dolgozol. Igen, tényleg nagyon elfáradtam, de... Tessék, ezzel oszd a szomjadat. Így áll, amennyi jól esik. Te nem is iszol belőle? Takarékoskodnom kell vele, hiszen még nagyon hosszú út áll előttem. Nagyon vigyázz az úton, és köszönöm a kedvességet. Nagyon szívesen. Szép álmokat! New York, 2075. A 27. utca sarkán vagyunk, minden csendes. Rendben, hajtassák az őrjáratot. Meg ne lássalak még egyszer errefelé, hallod? Na nézd csak, mi van itt! Na hát csak nem karácsony van, vagy mi? Azonnal ad vissza! Hé, nyugi, haver, ne bajlézz, nem kirabolni akartalak, csak segíteni! Furcsa fogalmaid vannak a segítségről. Mondom, hogy nem akartam semmi rosszat, hé, hagyd a beszfá! Ne merj megmozdulni! Mi ez a hely? A 27. 27. micsoda? Hé, te viccelsz? Hát a 27. utca mi más? Mi a neve ennek a város? Haver, veled valami nagy bajba. Biztos, hogy nem hülyéskedsz velem? Ha? Válaszolj, ember, vagy meghalsz! Oké, ez itt New York. New York? Hol van ez a New York? A keleti parton, a birodalom keleti partján. Milyen évet írunk? Válaszolj! A 2075-öt. 2075-öt? 2075? Az lehetetlen! Segítség! Segítség! Kiramoltam! Arra ott van a fickó! Jobb lesz, ha eltűnjön. Le van tartóztatva, ne próbáljon menekülni! Le van tartóztatva, ne próbáljon menekülni! Ez nem fog sikerülni! Le van tartóztatva! Sok, Barnabás, sok! Látod, ez történik, ha gyaloggal támadod a lovamat. Sok, de nem sok mond. Még nem, de várj csak még ki egy pár lépét, és meglátod. Ki lehet ez ilyen későn? Talán egy csinos kislány nagy bajban. A baj alig, ha nem stimmel. Most pedig csak óvatosan és módszeresen. Vigyázz,
kész, és rajt! Na hát, kutya legyek, ha értem. Remélem, nem ütöttél túl nagyot a fejére. Kinyitni, ő felsége parancsára. Itt van az ellenőrző osztag, és minden lakásba bemennek. Nagyon nem tetszik ez nekem. Barnabás, csukd be az ajtót és siess. El kell bújtatnunk valami biztonságos helyre. Kinyitni, ő felsége parancsára. Ellenőrző osztag, egy gyanúsítottat keresünk. Át kell kutatnunk a lakást, azonosítsák magukat. Lángész, Oszkár magánnyomozó, ő a segédem Barnabás. Hello. Hallottak különös zajokat, vagy láttak különös személyeket? Ami azt illeti, annyira belemerültünk egy sakjátszmába, hogy nem is... A programom nem ismeri a sakot. Hát, hogy nem, milyen buta is vagyok. Mit is akartam mondani, hogy... A sakjátszmáról beszélt. Ó, igen, ráadásul nyerésre álltam. Sakot kaptam, de mondtok ne. Ne nevettes, a futóm ütött a bástyádat, aztán jött volna a királyod. Micsoda? Semmi, gyanúsított még mindig viszlát, szabadon. Viszlát, uraim, ugorjanak be megint valamikor. Csak egy hajszálom volt. Csoda, hogy nem találták meg. Tényleg, hová tetted? Mi? A mélyhűtőbe. A mélyhűtőbe? A mélyhűtőbe? Legalább nem lesz olyan forró fejű, az biztos. A mélyhűtőbe? De hát halálra fog fagyni. Úgy látom, lassan magához tér. Hol vagyok? Biztonságban. Egy percig se aggódjon. Hát mégsem álom volt. Szerencséje volt. Más már rég feladta volna, habozás nélkül. Mondja csak, miért van a nyomában a rendőrség? Fázom. Igen, sajnos a mélyhűtőben kellett elrejtenünk. És a fejem is fáj. Na, nehogy fáj, azért, mert jól fejbe vágtam, amikor bejött. Kérem, bocsásson meg nekünk, de ilyen sose lehet tudni. Nem lehetünk elég óvatosak. Nagyon sajnálom, hogy ilyen hirtelen rontottam be az otthonukba. Sajnos nem tehettem mást. Kérem, fogadják legmélyebb bocsánat kérésemet. Ó, emiatt egyáltalán nem kell aggódni. Az ellenségünk ellenség, a mi barátunk. A rendőrséggel nem vagyunk éppen puszipajtások. Akkor önök úton állunk? Úton állunk? Hallottad ezt, Barnabás? Unyolódni merészelnek, megismerik haragom erejét. Ó. Nem, de hogy ön félreértett, nem állt szándékunkban megsérteni önt. Lángész Oszkár szolgálatára nyomozó királya, vérebe kivadéka, ez pedig itt a segédem, Barnabás. Igen, az én vagyok. Az én nevem Árgály, Tirlok hercege szolgálatukra. Na igen, tényleg, hát végül is miért ne? Most, hogy túl vagyunk a bemutatkozáson, azt hiszem, egy csésze kávé nagyon jót tenne. Gyerünk, Barnabás, főzzünk egy kis kávét. Oké. Kávé? Az egy varázsital? Igen, olyasmi, nagyon üdítő. Ha nem bánják, én inkább egy csésze kecsketejet innék. Kecske? Az meg mi? Egy csésze kecsketej nem probléma. Egy pillanat, és már is megkapja a tejet. Ó, hát persze. Két lehetőség van. Vagy teljesen megőrült, vagy súlyos beteg. Egyre megy. Nem egészen. És persze lehet, hogy igazat mond. Még senki sem láttam, aki így öltözött. Nem tudta, mi az a kávé, és helyette... Milyen tejet is mondott? Kecske tejet, Barnabás, kecske tejet. Most meg mi történhetett? Úgy látom, lassan ismét magához tér. Mi történt velem? Bedugta az ujját egy konnektorba. Egy 5 éves gyerek is tudja, hogy ezt nem szabad. Egy 5 éves gyerek talán igen. De egy 1000 éves férfi. Kedves barátom, kérem, ne vegye sértésnek, de nekem úgy tűnik, az ön elméje kissé megzavarodott. Tudom, hogy furcsán hangzik, amit mondok. Mégis ez az igazság. Alig ismerem, de érzem, hogy megbízhatom önben. A végzet vezérelt engem ide. A látnoknak igaza volt. A látnoknak? Milyen látnoknak? Ó, ez hosszú történet. Oszkár mester, Barnabás mester. Nagy örömömre szolgálna, ha elmondhatnám, hogyan jutottam el idáig. De sokáig fog tartani. Emiatt ne aggódjon, barátom. Csak egy pillanat, mindjárt bekapcsolom a gondolat átlívőt. A gondolat átlívőt? Ne féljen, nem veszélyes. Akkor elkezdhetem, kérem. Hát hogy ne? Kíváncsian várjuk a történetét. Barnabás! Mi az? Mi van? Elnézést, elgondolkoztam. Na igen, jól hallottuk. Na jó, de akkor kezdjük el végre. Egy messzi királyságból jöttem. Messze van térben és időben is. A hazám neve Tirlok. A történetem pedig 1250-ben kezdődik. Tirlok gazdag ország. Uralkodója az apám, Kár király.
Jó napot, apám! Milyen híreket hoztál nekünk, fiam? Félek rosszakat, apám. Csapataink szorult helyzetben vannak. Szorult helyzetben? Oriál királynő barbár hordái legyengítették védelmünket. Meddig állhatunk még ellen? Katonáink szíve bátor, de számuk csekély. Már nem sokáig tarthatnak ki. Átkozott asszony. Fiam, attól félek, országunk nem sokára Oriál királynő és barbár hordái kezére kerül. Soha! Inkább meghalok! Ha meg kell halnunk, csatamezőn essünk el. Készítsétek a fegyvereimet és nyergeljétek a lovamat. De opa! Ne ellenkezz, Argály! A király helye a katonái mellett van. Most menj! Indulunk, ha leszáll az este. Argály! Argály! Bocsássanak meg! Angelika, az apám, túl sok érzelem és tragédia. Nekem eddig nagyon tetszik a sztori. Kár, hogy pont akkor hagytuk abba, amikor egy csinos kislány... Tudja, amit most láttunk, Argály herceg, az döbbenetes. De hát most már hisznek nekem. Ó, hát persze. A gondolatátvívő sosem hazudik. Úgy olvas a gondolatokban, mint egy nyitott könyvben. A legkisebb hazugságra elsötétül a képernyő. Tudja, milyen hatalmat ad egy ilyen gép a rendőrség? Nagyon kimerült, szegény. Most élt át egy tragikus szörnyű élményt. Á, olyan sokáig nem hagytuk bent a mélyhűtőben. Nézzük meg közelebbről a vendégünket. Azt hiszem, a kardjával kezdtem. Nézd csak, Barnabás! Mi? Két oroszlán és egy olajfa. Mondd csak, felfogtad, hogy ez itt egy 1000 éves kard? Aranyérmék. Ugyanaz a címer van rajtuk, mint a kardon. Ez egész biztos egy vagyont érhet. Végre egy ügyfél, akinek pénze is van. Íme, Barnabás, az első ügyfelünk a középkorból. Sokkal híresebbek vagyunk, mint gondoltuk. Századokkal a születésünk előtt már ismerték a nevünket. Elnézést, megmondaná, hol találom Lángész Oszkárt, a híres detektívet és nagyszerű segédjét, Barnabás? Hogyne, uram, persze, menjen előre úgy 10 évszázadot, aztán forduljon balra! Ez tényleg hihetetlen? Azt hiszem, egy kis alvás nekünk is jót tenne. Hosszú nap volt ez a mai. Tényleg az volt. Barnabás, jobb lesz, ha te itt maradsz, ne legyen egyedül a herceg, amikor felébred. Oké, rendben, felébred. Jó éjszakát! Kapcsolja a kobrajárőrt, kapitány! De jó ügynök, én most olvastam a tegnap esti jelentését. Említést tett egy emberről, akit valami hercegnek öltözött őrült támadott meg. Úgy van, uram. Mindenütt kerestük az illetőt, de elmenekült. Nem túl rá termet, kapitány, nem igaz? Azonnal mutassa meg, hol történt az eset. Igenis, uram. Egy herceg lehetséges ez? Biztos benne, hogy pontosan itt történt a dolog? Igen, uram. A férfi a mögött a szemétkupac mögött rejtőzködött. Nagyon jó, kapitány, nagyon jó! Rajta, koboldok, kutassátok át! Na hát, milyen érdekes! Kutatás sikeresen végrehajtva! Vissza a bádinka! Zéjó 24-es ügynök, deaktiválva! Mit akarsz, varancs? Felség, én most tettem egy érdekes felfedezést. Azt mondod, felfedezést? Gyere a zászlós hajóra ma este, és mondj el nekem mindent erről a felfedezésről. Kezdtem elsőként, mint mindig. Jó reggelt! Mi történik itt? Te vagy az, Móni, nem tudtam, kisikoltozik. Te is láttad? Láttad, hogy egy jelmezes alak alszik odafent az emeleten? Igen, tudom. Ne izgulj, az csak Argály herceg. Tegnap este jött meg a 13. századból teljes felszerelésben. Kezdek aggódni, érted, hallod? Jól érzed magad? Persze, jó vagyok, csak egy kicsit fáradt. Mit szól majd ehhez, Oszkár?
24. árgály vagyok, szolgálatára, kisasszony. Magának 24 testvére van? Na hát ez igazán szokatlan. Nekem 7 testvérem van, látnak csak a harcot a fürdőszobáért. Megjöttem. Jó reggelt, kedvesem. A 24. azt jelenti, hogy ő a 24. herceg, nem az, hogy sok testvére van. 24 testvér, milyen vicces. Árgály herceg, látom, felébredt. Helyes, örülök. Ismeri ezt az embert? Csak egy kicsit, kedvesem, de már alig várom, hogy többet is megtudjak róla. Megtenni, hogy ezt megmelegítim, hisz Moon. Hercegem, szeretném hallani a történet többi részét is. Lefoglalt a csatába való készülődés apámmal, Kár király. Nagyon kevés időm maradt. Úgy döntöttem, hogy meglátogatom Angelikát. Tig barát, gondolja, hogy sokáig tart még a háború. Ó, dehogy is, drága angyalkám. Bízom benne, hogy Isten megsegít minket. Árgály megígérte, hogy összeházasodunk, amint vége lesz. Ó, már itt is vagyunk. Angelika! Árgály! Tig barát, csak nem azért sietett úgy, hogy távol tartsa az arámat. Úgy örülök, hogy újra látlak, Árgály. Angelika, úgy hiányoztál. Mi újság éjszakon, hercegem? Minden a legnagyobb rendben. Végzetes csapást mérünk a barbárokra. Atyám velem jön, hogy lássa dicsőségünket. Ó, Árgály, és ez nagyon jó hír. Jöjj velem, Tig barát. Jól figyelj. Azt akarom, hogy vidd el innen Angelikát jó messzire. Holnap menj el a palotába, ott megkapod az utasításokat. Na de herceg... Tedd, amit mondtam. Most mennem kell. Nem maradhatok tovább. Vigyázz magadra, Angelika. Még új hold előtt visszajövök. Isten veled! Jöjj vissza hamar, én hercegem! Tég barát, annyira féltem őt. Ez olyan romantikus. Miss Moon, kérem, hozzá ide azt a tálcát. Körülöttem egymás után estek el a harcosok. A harc egyre hevesebben tűnt. Csak az est leszállóra ért véget. Nem ismerik a vidéket. Megpróbálhatunk ellenállni és beszorítani őket a mocsárba. Talán ez az utolsó esélyünk. Levél! Levél Árgály hercegnek! Hadd lássam! Mi a baj, fiam? Hirtelen nagyon elsápadt. Angelika, bajba került. Akkor menj, Árgály, ne tétovázz! Nem hagyhatlak itt, apám! Kitartunk, amíg visszaérsz, fiam, ne félj! Most a jegyesed mellett a helyed. Térj vissza, amilyen hamar csak tudsz. Köszönöm, apám! Aznap éjjel értem a kolostorba. Nyissatok kaput! Ó, herceg, szörnyű dolog történt. Az eső még erősebben zúgott, ahogy végigmentünk a keregben. Drága kis angyalkám. Itt van bent, herceg. Mégis eljött Árgály herceg. Hála az égnek, még ver a szíve. Tudja valaki, mi történt vele? Miután ön elment, herceg, elindultunk összegyűjteni a búzát. Angelika kicsit messzebb volt tőlem, de jól láttam, aztán egyszer csak eltűnt. Tűvé tettem érte mindent, és amikor végre rátaláltam, ott feküdt a földön, ájultan. Láttál valami mást is? Nem. Azaz, hogy igen. Kicsivel korábban láttam, hogy egy öreg asszonnyal beszélget. Le tudnád érni? Túl messze volt tőlem, és csuklya takarta az arcát. Hallottam, hogy nyerít egy ló az erdőszélen, ezt elég mulatságosnak találtam, mert azt hittem, az öregasszony nyerít. Azt mondod, egy ló? Öregasszonyok nem járnak lovon. Mit csinált, amíg ott volt? Már emlékszem. Inni adott Angelikának. Még gondoltam is, hogy milyen szerencséje van ennek a lánynak. Tudtam, egyértelmű. Az ifjú hölgyet megmérgezték. És nem vitás, hogy az öregasszony tette. Igen, én is azt hiszem. A történetnek mindjárt vége. Folytassa, annyira kíváncsi vagyok, mi történt Angelikával. Az ifjú hölgy valami varázslat áldozata lett. Látjátok, ugyanúgy megmondtam. Azt mondtad, varázslat? Jöjjön, herceg, hadd mutassak valamit. Ez itt egy jós könyv. Amikor Tig barát megérkezett, és láttam, mi történt Angelikával, rögtön eszembe jutott ez a könyv. Már annyiszor elolvastam. Mi köze ennek Angelikához? Ha helyesen értelmezzük a könyv sorait, pontosan azt írja le, ami történt. Olvassa csak! A bátor herceg egy nap megtöri a varást, és a lány felébred. Ez itt ön és Angelika. Amikor a villám lecsap, közel lesz már a hely. Olvassa tovább! A herceg az időt átszeli, és így végzetét megismeri. Hol gonoszság és árulás várja, csak a fény lehet barátja. Gergely barát hitte, hogy a könyv igazat ír, és a kolostor kápolnájába vitt. Miért a kápolnába, és milyen helyre gondolt a szerzetes a versben?
A kápolna istenháza, ez a megfelelő hely. Éreztem, hogy életem legfontosabb perceit élem át akkor. Várjon a következő villámlásig. Elnéztem és megláttam egy különös szobrot. Egy szűk utcában ébredtem fel. Egy álarcos férfi megpróbált kirabolni. Ő mondta meg, hogy New Yorkban vagyok a 2075. évben. Aztán elfutott és hívta az embereket a fényfegyverekkel. Azok lézerfegyverek. Hercegem, ez egy rendkívüli történet. És olyan romantikus, átutazni az időn az igaz szerelemért. Ön hitt a végzetben, és milyen igaza volt, ez itt a megfelelő hely. Mi itt rejtélyekkel foglalkozunk, az a szerzetes jól tudta, miről ír. Kész vagyok elvállalni az ügyet, de figyelmeztetem, nem lesz könnyű. Má, parancs! Már vártalak! Na, mi az a felfedezés? Arany, felség, arany! És leadásul nem is akárki. Ebből elég! Tudod, hogy a világ minden arany az enyém! Hogyne, felség, tudom, de azt hiszem, ezt mégis érdekesnek fogja találni. Hol találtad? New York egyik utcájában, úgy látszik, egy férfi zsebéből eshetett ki, aki középkori hercegnek volt öltözve. Na, mit mondtál? Valamosan megvizsgáltam ezt az érmét, biztos, hogy abból a korból való. Menj és keresd meg azt a herceget, siess! Mit állsz itt még? Megyek, felség. Ez a herceg. Nagy veszélyt jelent, érzem. Vá, Lucifer sötétség ura, nagy mesterem, ki az alvilág ura vagy. Kérlek, jelenj meg alázatos szolgálnak. Halhatatlan veszély. Halhatatlan vagyok? Igen, az vagy. A varázsital, amit hosszú évek óta adok fiatal lányoknak, örök életet ad nekem, míg ők mélyen alszanak századokon át. De ha csak egyikük is elébred, visszaulasz a múlt kutyába. Ezt nem engedhetem! Senki sem kellhet versenyre a hatalmammal! Átutaztam az időn, hogy megtörjem a varást, ami Angelikára szállt. Legyőzöm az átkot! És mi segítünk? Most kezdődik csak a nagy kaland. A sötét királynő mindent megtesz. Örök létéért semmi sem nagy ár. Ám ha győz a hercegre, halál vár. Árgály herceg átlépett a jövőbe, és ezzel felkeltette a sötét királynő haragját, aki érzi, hogy a herceg veszélyt jelent rá. Hű szolgáját, varangyot nyomban Árgály herceg keresésére küldi. Vajon sikerül-e Oszkárnak, Barnabásnak és Móninak elbújtatnia őt, és megmentenie a királynőtől és retteget rendőrségétől? Ehhez meg kell találniuk a titokzatos álarcos férfit, az egyetlen, aki látta a herceget és nyomára vezetheti a sötét királynőt. Újabb és újabb veszélyek várnak barátainkra. Vajon sikerül-e elkerülniük a csapdákat, amiket a kegyetlen királynő állít nekik? Gyere velünk újabb kalandokra téren és időn át a következő részben, melynek címe az álarcos férfi. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Uri István, Óber Frank Pál, Zsigmond Tamara, Varga Tamás, Bőm Anita, Bartók László, Bozai József. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök és vágó Csaba Tamás, gyártásvezető Csorba Éva, szinkronrendező Győrvári Judit. A szinkron a HVS stúdió megbízásából a Szinkron stúdióban készült 2005-ben, producer Csaba László. Forgalmazza a HVS stúdió.